Ifák őrükre emlékezni, az a legnagyobb tisztelet mindenki számára. Öcsit 1943-ban ismertem meg, mégpedig úgy, hogy Tutza Feri azt mondta nekem, aki újpesti barátom volt, ha akarsz egy nagy játékost, a jövő legnagyobb játékosát megnézni egy edzőmérkőzésen, kijött velem most Kispestről. Kimentem vele, és megismertem Puskás is. De igazán 1945. augusztus 20-án volt a személyes találkozásunk, mégpedig úgy, hogy ő a pályán, én pedig a mikrofon előtt debütáltam. Puskás öcsi a 12. percben élete egyik legelső élményéhez jutott. A válogatott mezőben Zsengellér mellett játszott. Zsengellér egy pillanatra megkapta a labdát, elhúzta Sesta a 38 éves hátvéd mellett, és meglátta, hogy Puskás öcsi egyedül rohan a kapu felé. Úgy gondolta az öreg, mert idősebb volt 10 évvel öcsinél, 12-vel egészen pontosan, hogy rúgja be azt a labdát öcsi a hálóba. Plotz kivetődött, ő volt az osztrák kapus, de hiába, mert öcsi, amikor Zsengellértől megkapta a labdát, azt is hallotta, hogy Zsengellér így kiállt fel: öcsi, tiéd a labda, rúg be, de lőd be, mert gólnak kell lenni. Ezt később az öltözőben mesélt el nekem Zsengellér, öcsi pedig megkapta a labdát, és már reszkett a háló, én kiáltottam a mikrofonnál, hogy gól, gól, gól. Ez volt életem első válogatott gólja, Puskás öcsi első válogatottban lőtt gólja. Itt kezdődött, mondhatom, örök barátságunk. 56. október 14-én gondolkoztam. 1956. október 14-én Bécsben játszottunk, előtte Moszkvában nyertünk 1-0-ra, Belgrádban 3-1-re, Párizsban 2-0-ra, hetenként játszottuk ezeket a mérkőzéseket, és Bécsben Puskás öcsi góljával 2-0-ra. Ez a 2-0 azt jelentette, hogy a búcsú gólja volt öcsinek a magyar válogatottban. Ezért beszéltem az első gólról többet, a második azonban szenzációs gólról szintén. A közönség örömmámorban fogadta, úgy tapsolta meg öcsi, mintha osztrák játékos lett volna. Ezzel a válogatottban elbúcsúzott, de nem búcsúzott el a Real Madridban. 1958-59-ben, és ez a történelmi adat nagyon fontos, Puskás öcsi már a Madrid játékosa volt. Nem felejtkezhetünk el Österreich Remiről, aki 1956 végétől 1957 elejéig mindent megtett azért, hogy Bernabeut meggyőzze, a Madrid elnökét. Puskásnál nagyobb játékos nem lehet szerződtetni, még Di Stefanót is felül fogja múlni. Bernabeu hagyta magát meggyőzni, és boldog volt, hogy így tett, mert hiszen öcsi a legnagyobb játékosok közé emelkedett. Úgy, hogy azt egyébként ebben az időszakban a FIFA magazin megírta, a futball történelem egyik legnagyobb alakja, válogatott világklasszis. Ez teljesítette, amit a FIFA magazin írt öcsi a pályán, hiszen ezen a mérkőzésen, amelyről most itt meg akarnék emlékezni, ezen a mérkőzésen úgy történt, ahogy azt Csengen értette öcsivel. Látta öcsi, hogy Di Stefano, aki gólkirály lehetett, ha belőli azt a labdát, amit ő ad neki, fölnézett, és úgy, ahogy Csengen Gyuszi odaadta neki a labdát, úgy jutotta be Di Stefano lábára, hogy gólt tudott lőni, és öcsi ezzel megkoronázta a spanyol gólkirályt, akit Di Stefanónak hívtak. És Di Stefano volt az, aki Pancsónak nevezte el hálából öcsit, mégpedig úgy, hogy a Pancsó név bevonult az futballtörténelembe. Ezen a néven is szereti őt, és szereti mindenki. Még egy történetet hadd meséljek el a múltból. Pap Laci a spanyol Folyedo ellen mérkőzött 1963-ban.
Azt mondta Paj, hogy nincs magyar szurkoló, mondta Paplaci a mérkőzés előtt. Spanyolországban nagyon nehéz Madridban szerepelni úgy, hogy nem harsan föl a nevem, és nem kiáltja a közönség, hogy hajrá magyar. Nos, Kubala Laci és Puskás leült egy asztalhoz, és megállapodtak, hogy fölkeresnek egy ügynökséget, és az ügynökséget megkérik, hogy szerződtessen 100 olyan katalánt, aki hajlandó megtanulni magyarul. Hajrá, pap, hajrá, Laci! Nos, sikerrel járt ez a kísérlet, persze sok pénzt kellett kifizetni mindkettejüknek, de örömmel tették. Na most Pap Laci hallotta a lelátóról a hajrá Laci, hajrá pap kiáltást. Elcsodálkozott a mérkőzés után, amikor öcsi meg Laci megkereste őt. Hogy úgy történt? Hát azt mondtátok, hogy nincs egy magyar sejt a lelátón. Hát hogy kiabálhatták be magyarul, hogy hajrá? Nos, öcsék, akkor elárulták, hogy ezeket a katalánokat sikerült szerződtetni, és neki köszönheti Laci, hogy természetesen nagy fölénnyel megverte Folyédot. Nos hát, annyi történetem van, hogy nem győznék vele egy órán keresztül abba adni, és pedig már megszokták, hogy 90 perc az az én időm, a mikrofonban. Na de nem fogok 90 percig beszélni. Hogy miért, mert úgy fáztam, hogy mindenki hogy szeretnék, mert hát azért remegő ajkakkal senki nem tud igazán beszélni, kivéve aki felolvassa. Na hát felolvasni én nem akarom, én azzal szeretnék elbúcsúzni önöktől, elmondom, hogy 1950-ben életén a legszerencsésebb húzását tette egy Puskás öcsi. Elvette feleségül Hunyadvári Erzsébetet, mégpedig a kosárlabda csapatból vette el, vagy kézilabdából, mert kézilabdázat válogatott szintű játékos volt, és azzal, hogy öcsit választotta, azt hiszem boldog asszony volt. Mondhatod, hogy nyugodtan ugye csöre, mert hiszen csörehinek hívja mindenki, hogy boldoggá tetted őt, és nagy része volt Erzsinek ahhoz, hogy Puskás öcsiből világklassz is lett. És még amit el szeretnék itt búcsúzóról mondani, benn voltunk rendszeresen öcsinél a Kutvölgyi Kórházban, amikor súlyos beteg lett. Rosicsal és Huzánszkival látogattuk rendszeresen hetenként, és egy alkalommal ott voltunk akkor, amikor a feleség csöre asszony bejött. Beült mellé, leült az asszal, az ágyához, és elkezdte simogatni a bal lábát. Azt a lábat, amelyik hungarikummá változott, mert hiszen azt is nyugodtan elmondhatom, hogy az élő legenda Puskás Ferenc az igazi magyar hungarikum. Erzsi, köszönöm neked, amit öcsiért tettél, és engedd meg, hogy bár nem szereted a kis csókot, ezúttal öcsi nevében is megcsókoljam a kezedet.